Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jön az új raid, a Jordas Verdict, a Süti Zabáló raid. És azt kell mondjam, ez lesz az egyik legnehezebb videó, amit el kell magyarázni, így Warframe-es videózgatásomon belül eddig, úgyhogy kélek nagyon figyeljétek a képi anyagot is, főleg itt az elején, aki nem tudná, hogy mit kell csinálni az elején, de inkább itt az elején magyarázok el minden olyat, amit szükséges tudnotok uh, a raid kapcsolatban, és nem uh, olyan, információ, amit ott helyben képi anyaggal is meg kell mutatni. Maguk a videóanyagok több karakter szemszögéből készültek, olyan, hogy éppen hol jártam, és mindenből mindig a legtöbbet láthassátok, és, és mindig, mindig abból a szemszögből próbálom megmutatni, úgyhogy több raid, több anyaga. Azt kell mondjam, de mind, nem fogtok lemaradni semmiről, hogyha arról van szó. Szóval, Külön köszönet az Elite Lotus klánnak, eljöttek és segítettek, ugye ők velünk vannak egy alianzba, és együtt csináltuk meg ezt a rédet. továbbá külön elismerés nekik, hogy az ő lányok volt, um, hát az első, talán a világon az első között voltak, akik meg tudták csinálni ezt a, ezt a rédet. Úgyhogy ez, ez, azt hiszem nem semmi egy gamer volt, ahol jelenleg a Warframe-nek regisztrált felhasználja 16 millióról beszélünk, az első között voltak, akik ezt meg tudták csinálni. Azt kell mondjam, ez, ez egy külön elismerés, mi is nagyon sokat kilótunk és majd, nem megcsináltuk, ráadásul négyen e eleinte ezt a warframe et csak annyira nem tudtuk, hogy mit kell csinálni a Golem-en belül, hogy egyszerűen nem sikerült, és semmiért hát lekéstünk arról a bizonyos toplistáról, de még így is több, mint valószínű, hogy a, így a TNA Elite Lotus, valószínűleg még benne vagyunk azon kevesek között, akik még így az első között járhatnak. Uh, abból megcsinálják, de hogy az Elite Lotus mindenképp ott van a, az elsők között, a valódi első között, a top ten, top 20 uh, biztos, hogy benne van, akik megcsináltak először. Úgyhogy kösz, ez, ez tényleg hatalmas teljesítmény, köszönjük a segítséget. De akkor jöjjön, milyen karaktereket érdemes hozni erre a raidre. Azt mondom, hogy kell egy Energy Vampire Trinity, kell egy Blessing Trinity. Ezek, hogy életben tartsák a karaktereket. Kellenek a Valkyrök, hogy ne kell velük nagyon sokat foglalkozni, a Valkyr nem hal ultiban. És kell egy Loki, a jelenlegi felállás szerint jó jön egy Loki, mert néha még bagos a raid, és egy Loki sok helyen át tud ugrálni. És meg tudja oldani, főleg a végén a dolgokat, ugyebár oda-oda egyelőre jó jön egy loki, amúgy nem kellene, de vigyétek, mert jó jön a segítsége, mert hogyha bagol az egész játék, akkor a loki sok szarból eh, ki tudja húzni a csapatot. Azt kell mondani. És természetesen az arzenálodba be kell legyen pakolva ez a injektor dolog, és akkor eh, lehet elindulni. Érd, ha akartok, vihettek egy nekroszt is, ha belefér, meg ki tud farmolni ilyen több injektort. És akkor el van intézve a dolog. Ezeket érdemes így tudni, így elsőre, úgyhogy most jöjjön gyorsan elmagyarázom a pályán első részét, ami, ami minden bizony a mostanra, mert mindenkinek nagyon könnyűvé válik. Vált, mert ezt csináltuk legtöbbször végig. Ugye süti pofozgatásról van szó, szóval hívjuk ezeket a spórákat sütiknek ugye elpofozgatod a sütiket, az egyetlen dolog nehézség, ahol van, az, amit jelenleg látok a képernyőn és a folyosó, amin végig kell menni, amit eláraszt a gáz. Na most ugye ott szinkronban kell dolgozni, lőni kell a sárga pöttyüket, hogy szinkronban szürkévé váljanak, kinyíljanak az ajtót, tovább tudjatok menni. És uh, utána elértek -e ehhez az ajtós részhez, ami még mindig egyszerű, az ajtós részén szinkronban kell dolgozzanak, a 3 an egyesek nyitva kell tartsák az ajtót, amíg tovább pofozátok a sütik, másoknak lőniük kell ezeket a bombákat, amiket itt lövök jelenleg, és uh, uh, ugye másoknak nyitni kell az ajtót, azokat a csápokat lőni, uh, amiket itt láthattok, és... Uh, nagyjából így összeáll a kép, ugye? És, és, akkor így végig pofozgatod a sütiket az ajtókon, több-kevesebb Uh, sikerrel. Szóval, ez, ez, a, ez a részen itt az első részen itt nagyon könnyen végig lehet menni, nem is kell erős archwing. Az archwingekről annyit, hogy érdemes itt szalt odonátát vinni, az icának az ultia segít abban, hogy, el, uh, hogy ne kelljen a környezeteddel foglalkoz, ha letámadnak a drónok. Az annak az első képessége nagyon jól tudja lökni a sütít. Az izalnak a harmadik képessége nagyon jól tudja magához szívni, az sütit, és ezáltal egy irányba tenni, és akkor az odonátások tovább tudják. Lökni. mind a két Archwing nagyon praktikus. A fegy, Archwing fegyverekre ügyeljetek oda, hogy jók legyenek, hogy erősek legyenek, egy kicsit legyenek erősek, rakják belőké be katalisztot, ne sajnáld. És rakják belük ne sajnál, és, és rakják bele néhány modot, ne sajnáld és húzd ki ezt a néhány ne sajnáld, mert itt nekem van, habár bár egy katalizt a fegyveremben, van bár egy pár a fegyveremben, de kevés, mert nincs leformázó, és nem tudok olyan hatalmasat sebezni. Továbbá arra következtetésre jutottunk, és ezt is a Elite lotus srácoknak köszönhetjük, hogy ne vigyetek korrozív projection mert magának a bossnak csak 100 armorja van, ezért az a szenzor gyorsan lemegy, úgyhogy a corrosive projection az igazából nincs rá annyira szükség, ügyetek akármilyen más praktikus módot, ami jobban járna, mondjuk egy energiafeltöltő, vagy rejuvenation vagy vagy um, bármi más, gyakorlatilag, energy siphon, vagy ami jól esik, de a corrosive projection nem muszáj. Nos, ezek így általános ilyen tudnivalók, úgyhogy most ugorjunk át a második részre, itt mi is lassan áthozzuk a, a sütit. Egy párszor belehaltuk, mert nem volt meg a szinkron, és sokkal nagyobb szinkron kell, mert mi mert a süti elpusztult, és sokkal nagyobb szinkron kell a játékosok között, mint a sima régynél, ezért ja, előfordulhat, hogy nem mindig jut át a süti, ha nincs meg a szinkron. Na most, akkor ugorjunk át a második részre. Itt a második résznél, ugye már egy nova szemszögében fogjátok látni a videót, de vele tudtam a legtöbbet csinálni, azt kell mondani, és látni. Miért Novát hoztunk? Azért, mert még a játék elején nem nagyon spawnoltak ezek a mobok, és próbáltuk őket begyorsítani, hogy jöjjenek gyorsabban, több legyen az ilyen injektorunk, és tudjunk haladni. A második rész uh, igazából nagyon egyszerű, két fázisa van a második részben, hogyha netán új játékosokat visztek be erre a rédre, akiknek semmiük nincs még injektor, meg ilyen cuccosok, akkor itt érdemes egy kicsit megállni és farmolni ezeket a zöld gömböket, amiket ott láttok. de ha mindenkinél megvan minden, akkor ezen a második részen igazából csak, uh, ennél a résznél igazából csak át kell uh, futni, nincs is nagyon különösebben komoly feladat, amit csinálni kell a térképre, ránézel, és ott a cél, és a cél előtt, ahova most mindjárt odaérünk, odaérnek odaérek, ha nem bénáznék, akkor lesz egy ilyen, egy ilyen, amit itt látok, amiben most belerakják az injektorokat, itt lesz ez a hekkel, de ez a hekkelő sajt, ugye ez már rettenet egyszerű, fogod, meghackeled, csípere, vagy ővel jó esik, és már gyakorlatilag véget is ért ez, ez, a rész. A bonyodalom az itt jön majd, és itt volt az első kicsit komolyabb akadály azoknak, akik teljesen újak voltak a rétbe, és itt próbál, ugye itt a karakter szemszögéből, ha látjátok, hogy mit kell csinálni, mindjárt föl fogok nézni, ha minden jól megy, és lesz ott fönt három piros jel, vagy nem tudom minek hívni, ott van fönt, látjátok, ott van fönt, és a többi játékos, miközben ott az a piros, azokat a piros éveket zöldékkel változtassák. És a többi játékos bele kell pakoljon injektorokat azokba az, a tárolókba, és amint zöldé változik ugye ez a, ez a rész itt, akkor meg lehet hackelni a panelt. Na, és hogyha meg van hackelve a panel, akkor elindul egy százalék számláló, ami fel kell töltődjön száz százalékra, és ahhoz, hogy ezt gyorsan meg lehessen csinálni, hogy feltöltődjön 100 százalékra, ahhoz mindig egy high performance amit látjátok a képernyőn, kell tartani a, ezeket a, a tárolókat, az injektorokkal. Tehát is bele kell tenni az injektorokat a tárolókba, és high performance-en tartatod. low performance-en is tartatod, akkor lassan töltődik, hogy érdemes mindig dolgozni egy kicsit, és high performance tartani, hogy gyorsabban haladjanak a dolgok. Na most itt ezt kell csinálni, és innentől tovább maradj életben, és csináld meg életben, maradni nem lesz olyan ö, nagy bonyodalom igazából, mert hullanak, mint a legyek, és, és ezt kell csinálni, és meg kell a száz százalékot, ennyi lenne a nagy történet ennél a résznél, úgyhogy ha innentől nem haragszotok, akkor gyorsan átugrunk arra a bizonyos ö, harmadik ö, részre. Na most itt a Harmadik résznél járunk, egy kicsit késünk kezdtem el de ne essetek pánikba, mert mindent látni fogunk. Itt vagyunk, annál a harmadik résznél, miután megcsináltuk, feltöltődött az a szar száz százalékra, átjöttünk ebbe a szobába, amit láthatok. Itt is vannak ilyen tárolók, amikbe bele kell tenni az injektorokat, ha látjátok. Szóval, ki kell terjeszteni azokat a tárolókat, és két oldalt van két ajtó. Ha kiterjesztitek a tárolókat, a két ajtót meg lehet. Hekkelni. Pontosabban ezeket nem is kell meghekkelni, csak kiterjeszted a tárolókat, és akkor az ajtók ki fognak nyílni. Ha bemész ezen az ajtókon, ami itt is meg fog történni hamarosan, csak hogy lássasátok, egy kicsit bevárom a képi anyagot. <coughs> Bocsánat. Hogyha kiterjesztitek ugye ezt a shieldet, amit itt most láttatok, ezt, akkor bementek azon az ajtón, be tudtok jönni ezen az ajtón. Ennek az ajtónak a két oldalán van két gomb, arra két gombra, ugye rá kell állni, és ott középen, ahol jelenleg nézek, oda be kell menni, azt is látni fogjátok, hogy hogy kell oda bemenni, és itt a hekkelő, amit meg kell hekkelni, és ezt csak úgy lehet meg kell kelni, hogyha középen azt a shieldet, amit láthatok, kiterjesztitek. Úgyhogy gyakorlatilag itt közben uh, magyaráztuk itt a dolgokat egymásnak, ezért, uh, én fogok majd elmenni és kiterjeszteni a shieldet, és megláthatjátok az utat is, hogy hogy kell oda menni azoknak, akik eddig nem jöttek rá, bár nem hiszem, hogy van olyan jelenleg. Ugye itt vigyázni kell, hogy a szél lefújjon föl, gyorsan átugrasz, odafutsz, és fogod, kiterjeszted a sildet, kiterjed a shield, és akkor az illető ö, másik ember meg tudja hekkelni ott azt a bizonyos konzolt. Na, és ugyanezt kell ö, eljátszani ennél a másik ajtónál is, Uh, ugye bár bemész az emberek, a másik oldalon is ráállnak a, a gombokra, amint itt láthatjátok, ráállnak, ki fog nyílni, a, a, ott egy kicsit föntebb ki fog nyílni ugyanúgy egy a bementek, egy másik ember hekkelésre vár, a harmadik pedig uh, kiterjeszti a shieldet, és gyakorlatilag már ez a rész itt uh, kész is van. Utána természetesen tovább kell menni a következő. Euh, pálya szekcióra, és gyakorlatilag ez a része is van intéző. Tehát amit láthatjátok, alapvetően nem egy nehéz dolog, egy kis koordinációt igényel, egy kis kommunikációt igényel, nem mondhatnám azt, hogy sikerülhet randomokkal is olyanok, aki nem beszélsz teljesen, de nem biztos, hogy mindig ez össze fog jönni, és hogy biztos, hogy nem mindig fog ez összejönni. Na most, itt vagyunk a következő résznél, a liftes rész, hogyha 8-an vagytok, mind a 8-nál van ilyen, um, injektor bepakolva az arzenájába, akkor ez a rész nem gond. A trükköt elmondanám itt is, engedjétek a mobokat feljönni a liftre. Ha engeditek a mobokat feljönni a liftre, akkor a liften fogják eldobni az injektorékat és ezért, hogyha valaki kifogy az injektorból, rögtön a liften fel tud venni még kettőt magához például, és, és akkor el van intézve a dolog nem kell mindig leugrálni az injektorok, és stb. stb. Úgyhogy uh, itt gyakorlatilag semmi extra dolog nem kell. Az egyetlen jó dolog, amit csináltuk, hogy esetleg egy líder az spotolja, hogy ho hova kell a következőleg beletagni a tárolókba az injektorokat. És, és akkor szépen, szépen sorjába uh, mindenki fogja és az injektorokat bele rakja ezekbe a tárolókba, és a lift szépen Lassan elkezd emelkedni. Kell egy pár injektő, mint látjátok, elég nagy volt az összhang, de természetesen uh, uh, ki, elkezdtük ugye kifogyni az injektorokból, és akkor le kell menni vadászni. Az az igazság, és vadászni kell, mint az állat, és gyorsan kell vadászni, és nem nagyon akarnak jönni, úgyhogy erre mindig uh, figyelni kell, és, és vadászni kell, mert uh, legyen nálatok mindig injektő, hogy tovább tudjátok emelni a liftet is a végén, hogyha felemelkedik a lift, akkor gyakorlatilag csak uh, besétáltok a vég, végcélhoz, és akkor már gyakorlatilag innentől kezdve indulhat maga a boss fight, és hogyha nem haragszotok, akkor, uh, tehát itt fölviszitek a liftet, mindig kerestek, mint például én is itt ugye kimegyek, keresek, megpróbálok összeszedni még két ilyen injektor, um, injektort, hál' Istennek sikerül, és akkor gyorsan visszamenni, és uh, uh, újra belerakni a liftbe, menteni a menthetőt és tök jó uh, volt a koordináció köztünk, teljesen ott voltunk, mindenki beszélt, ha bár néha megszakadt, egy kicsit idegesítő volt, uh, de így nagyon könnyen meg lehetett csinálni, és még úgy is ugye, hogy néha megszakadt a TS, nem volt gáz, mert tudta mindenki nagyjából, hogy mit kell csinálni ezeknél a részeknél. A következő részeknél, már ott voltunk így gázban, főleg TNA részről, mert ugye nem nagyon tudtuk, mit csinálni, és hogy az Elite Lotus tagja segített gyakorlatilag nekünk ezt megcsinálni, ott az utolsó résznél, és hogy megpróbálom azt elmagyarázni nektek, hogy, hogy a fenébe kell megcsinálni, használjátok nagyon a fantáziátokat, még nekem is kell, összeszednem a gondolataimat, és, és figyeljetek a képanyagra, és figyeljetek arra, amit mondok, hogy hogy sikerülni értelmezni egyáltalán, hogy um, mit kell csinálni, úgyhogy um, találkozunk a gollom belsejében. A kérésem a következő volna. Azok, akik megcsinálták ezt a rédet, azoknak kérem segítsenek be, ha valamit kihagytam, vagy hülyeséget mondanék. A, azoktól kérem, hogy írják le, javítsák ki, és egészítsék ki itt ott, ahol kell, hogy, hogy tisztább legyen a kék a kép. És azoknak, akik nézik a videót, azoknak kérem, olvassák el a kommenteket, és így, így összesítve, összesen mi együtt szerintem össze tudjuk rakni, mit kell csinálni. Azt hiszem úgy fogom csinálni ezt a videó leírást, hogy először elmondom, hogy gyorsan mi fog történni bent, aztán megvárom a képi anyagot, és mutogatni fogom, hogy épp itt, ez most, és ott az most ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és, és ahol én jelen voltam, mint szereplő, ott, ott megpróbálom elmagyarázni, hogy, hogy, hogy kell azt csinálni. Na most ugye itt vagyunk a Golden bosznál dolgokra vigyázni kell. Akinek itt szalja van, ultit be, nem sok zavaró tényező. Amire vigyázni kell, az a hőgömb, amit csinál a maga körül a gollam, és a lézer, amivel lő, bár az nem sebes sokat, a kis drónok, de az áram, az áram a legveszélyesebb, amit kilő, az áramtól óvakodj. Szóval, mi a lényeg itt? Meg kell etetni sütivel. De az, hogy meg tud etetni sütivel, két oldalt van neki két sárga gomb, az két embernek lőnie kell, és a sütit be kell vinni. Az a lényeg, meg kell etetni sütivel, mert ha jól lakik sütivel, akkor nyugodt marad, és nem fáj neki a pocia, ezért nem dob ki minket, miközben bent vagyunk. Na! Ez lenne a nagy lényeg, vagy látad, hogy lehet, egy nagy süti pofozgatás van, és sebzőt rendesen ránézitek, a pajzson teljesen le van menve, az össze a megetetes sütivel, akkor szépen be lehet lenni, menni a motorjából. Mi fog bent történni? Bent lesz egy spóra, amit meg kell le kell szedni, ha ez a spórát leszeded, utána ki kell menekülni, és lehet lőni a gólamot az első folyamatban. De természetesen ahhoz végig kell repülni a gólamban, lehetőleg anélkül, hogy lemenne a shieldet, de ne ütköz neki semminek, mert jobban megy le a shieldet, százalékos arányban uh, metszi a shieldet. Ezért érdemes, hogyha a Blessinges Trinity bemegy, és amire ő bent van, folyamatos shieldet tud uh, biztosítani azoknak is, akik kint vannak. Na szóval, beérünk! Jöhet a káosz, hál' Istennek, vagyok. Na most itt van ez a buborék, amit ugye a tartályt fel kell tölteni, és ott bent ezt kell le lezúzni, és ahhoz, hogy ezt megtegyétek, ezt a buborékot ki kell tágítani. De mielőtt még ezt kitágítanátok, oda be kell jussatok. És ahhoz bejutni úgy érdemes elmondani, azt hiszem, hogy most megvárik a képi anyagot, míg oda megyek. Na most el is indultam arra felé, csak azt hiszem, hogy hülye útvonalon indultam, el, rossz felé indultam. Egy uh, darabig fogom keresgélni az utat, mert nem mindig emlékszem én is. De a lényeg az, hogy itt nem le, hanem föl kell menni. Szóval uh, ezt itt ne bántsátok még, ez erre itt igazából uh, szükség van, hogy fölül meg lehessen hekkelni egy ajtót. Tehát itt ezt kitöltitek, ott fölül, ott hekkel valaki, uh, lesz egy hekkelő gyakorlatilag, és ha az meg van hekkelve, akkor ugyanarra visszamenve csak nem le kell menni, hanem föl kell menni, de hamarosan oda fogunk érni a képi anyaggal, úgyhogy látni is fogjátok, hogy ott akkor majd mit kell csinálni. Szóval a lényeg az, hogy azt a spórát hogy szét kell lőni, vagy nevezzük akár minek, és, és, azt úgy lehet szétlőni majd, hogyha kiterjesztitek azt, a, azt az injektort, ott, ott a dolgokat. Még közben itt még uh, írtogatom a népet és lassan el fogok arra fele indulni előbb vagy utóbb, csak itt még nem tudom, itt bénáztam még fél órát, mert hogy miért ne. Uh, magam sem tudom, hogy miért csináltam, de <laughs> igazából azért, hogy összeszedjük az ember gondoltuk, hogy olyan káosz van bent, ha bementek ugye elsőre, hogy nincs meg. De igazából ja, már arra vártam, hogy ha a többiek addig bemennek, akkor meg fogják tudni csinálni, de nem csinálták meg, úgyhogy elkezdtem én is oda menni segíteni nekik. Na most itt vagyunk ebben a teremben, ennek a teremnek a két szélén, jobb és baloldán két hekkel, de van, láttátok is ott egy pillanatban, azokat meg kell hekkelni. És láttátok, ott volt egy gomba, amit abba a szobába, arra a gombra majd rá kell állni egy illetőnek, és ott a szemben lévő ajtót, amit láttatok, mindjárt egy pillanat, ez be fog engem ide szippantani, és ahova ez beszippant, ott lesz egy ajtó, azon az ajtón kell bemenni. De ahhoz, hogy ezt megtegyétek, előbb ezt itt ki kell terjesztenetek, mert valaki kívül, hogyha ezt kiterjesztitek, már pedig mindjárt kifogom, csak szerintem nincs izem injektoron, de most már kiírja. Kicsit bagos a játék még. Kiterjeszitek, akkor meg lesznek hekkelvezek az ajtók. Na most, a két, láttad, ott volt a két hekkelő. A két hekkelőnek a két oldalán van két pont, amire rá kell állni, mint a, a sima réden egy ilyen két pont, amire rá kell állni. És, na ez most visszadobott. És hogyha ráállsz arra a két pontra, akkor ki fog nyíli az ebben a teremben lévő ajtó, ott láttátok és egy pillanatra azt az ajtót, de én fogok oda bemenni és szétlőni azt a spórát, ha jól emlékszem ebben a jelenetben, mert valaki volt kívül, aki már tágította azt a shieldet. Na, itt minden el lett intézve, az emberkék ráálltak az aj a, a, pontokra, hogy jobb és bal oldalt, miután hekkeltek, és itt van ez az ajtó, és szépen be fogok rajta menni, és akkor el lehet ide jutni, és kívül valaki a főterembe szóltam nekik, srácok terjesztétek ki a shieldet, és szépen kiterjesztették a shieldet, előkapod fegyveredet, és fogod, és szétlövöd azt a spórát, szétlövöd, jobban jársz, igen, paf, szét van, lövég. na és ez az a pillanat, amikor a gólem pocia egy kicsit rosszul lesz, és ki akar minket hányni, de ha kihány, akkor meghol, ha benragadsz, akkor meghalsz, és azt mondja, hogy egy pillanatig ben is ragadtam, és bebagolt, és beragadtam frankon, miközben a gólem az az járt, úgyhogy, uh, látjátok? Itt, itt újraélenek, paf, és... Ben vagyok. Ne, kint kellene lennem, de ben vagyok, és emiatt kétszer halok. Uh, úgyhogy kicsit bágos, azt, azt meg kell hagyni, és uh, eléggé furcsa. De minden esetre ki kell menekülni, uh, hogyha megcsináltuk az első fázist, uh, kimenekültük a golamból, és akkor minden uh, nagy hepűség uh, lesz. Csak itt, itt valamilyen hosszabb útvonalat választottam mert hogy az sokkal gizdább. Na és akkor kijuttok, elkezditek lőni a góllemet, ide kellene az erős arching fegyver, lehet tudom, hogy eddig nem sokan foglalkoztak arching-gel warframe ami ami nem nagyon volt értelme, így aztán um, gyakorlatilag mozzera lesz kinyírni, azt kell, hogy mondjam, sokat fogjátok lőni, uh, érdemes egy, uh, ja igen közben Liza ezt mondta, hogy beszarnak a ts érdemes um, Távolabbról lőni, hogy egy ilyen külső körben maradj meg, hogy ne zavarjon a ne zavarjon a védekezési mechanizmus a gólának, és akkor nem nagyon lesz uh, problémát belőle. Na, de. Uh, és akkor ugye le lehet lőni az életét egy a 30%-ig, addig nem is fog uh, visszaállni a helyére, szóval nyugodtan lőhetitek addig. Tehát lőhetitek két óráig, hogyha kell, uh, mert a kb. 30%-ra nem az élet, és csak akkor fog először visszacsatlakozni a, a helyére. És azt kell mondja, ez, ez a legélvezetesebb rész, amikor megcsinálsz belőle feladatot. Szóval remélem érthető volt. Bemegyünk, rögtön a nagy terembe, a főterembe, abba bemegyünk a golem belsőbe, lesz egy shield, amit ki kell ö, tágítani. Hogyha azt kitágítottátok, akkor... Ö, akkor lehet lelőni a spórát, De a sporához ugye el kell jutni, a sporához úgy kell eljutni: először lemész, kitágod azt a bubit, az alsó útvonalon, amit láttatok, kitágod azt a bubit valaki hekkel fölül. Utána feljössz, és a felső útvonalán, ugyanaz a folyosó, a felső útvonalán bemész abba a terembe a kis növényjel beszippantatod magad középre, miközben valaki a két oldalt várakozik a hekkelésre, te feltöltöd középen a shieldet, meghekkelik a két ajtót, ráállnak a két pontra, ezért te ott középen be tudsz menni a két pont, azon az ajtón, és valaki a főteremben pedig belerak az, az injektorba, a tartályba belerak két ilyen injektort, és akkor szét tudod lőni ezt a spórát, és akkor viszont ki kell menekülnöd, van egy pár másodpercet kimenekülni a gólamból, és gyakorlatilag e, megvan oldva. Na, és aztán jön megint a lövés, és a sütietetés, és a nehezebb része a bejutásnak, mert minden bejutás... Na, ez beette amúgy, nagy, nagy volt, hogy még bágolt, mert behette, és újra be tudunk menni. Na most a bejutással itt nagyobb gondok vannak, mivel hogy a másik bejutásnál már akadályok is vannak a pályán, és nagyon ügyesnek kell lenned, mert lehetőleg ne ütköz semmibe, hogy legyen um, shielded. Például a harmadikra nagyon-nagyon sokat killottam, hogy bejussak, itt azt hiszem még talán bejutottam egyből. De nagyon mocsera volt bejutni, szóval javaslom az Archwing energia színeteket valami feketére állítani, vagy valami ilyesmi, ami nem világít, mert akkor a bafátban nem lesz egy csomó fény, és látni fogod azt is, hogy merre, merre mész, és akkor be tudsz jutni, anélkül nagyon levinné a, a shieldedet. Hú, Bakker, jöjjön a második feladat. Remélem tisztán fogom tudni elmagyarázni. A második feladatban, Uh, még mielőtt itt próbálok szerezni magamnak injektorokat. A második feladatban van egy konténer a pályán, a konténernek a belsőjében van egy tartály, amit fel kell tölteni. Csak itt még nem ért be mindenki, igen emlékszem, és itt <laughs> menteni kellett a szituációt, ultiba át kellett mennem mielőtt még leesek, igen emlékszem. Szóval van egy konténer, és... és annak a konténernek fel kell tölteni az injektorral, amellett a konténer mellett, mellett van egy hekkel, amit meg kell hekkelni az az első um, lépés. Utána van itt egy növény ebben a főteremben, ami be fog titeket szippantani, és ki fog dobni egy, um, be dobni egy terembe, amit látni is fogtok majd. Most már lassan be fognak érni a többiek is, mert nem, nem egyszerű bejönni amúgy a gólembe, azt mondom, elég ügyesnek kell lenni. Na, itt, van az a, itt kontiner, oda mennek be az emberkék, és majd, hogyha kiterjesztik azt a sédet, amit látjátok, mindjárt, akkor ezt itt meg lehet hackelni. Oké, okay, persze, csipperre könnyű, tudom. Uh, miután ezt meghekkeled, valaki oda be fog menni, és ezt a növényt, ezt itt találjátok a főteremben, egy lefelé lóg uh, valahonnan, csak én se tudom, pontosan, hogy azt a növényt megtaláljátok itt ebbe a terembe, és akkor oda be fogtok tudni teleportálni, amit látjátok, és az az illető, aki bent van, szét tudja lőni az üvegfalat, szét tudja lőni az üvegfalad, és, és akkor kibe lehet ugrálni. Na most, abban a teremben, és ebben a teremben, ahol jelenleg vagyok, van két gomb, arra rá kell állni, és kinyílik ez az ajtó, ami a fejetek fölött lesz, koncentráljátok rá, a fejetek fölött lesz, tehát abban a teremben van kettő, abban a teremben van egy pont, és a főteremben van egy másik pont, amire ráálltok, és kinyílik öm, az ajtó. És hogyha kinyílt az ajtó, fölugráltok, és akkor ott lesz megint egy tartály, amiben injektort kell tenni. Ha abba beleteszitek, fölemeli a konténert ide, lementek a konténer aljába ide, és ezt is megtöltitek, ezt az injektort, és akkor az illető, aki arra vár ott, már meg tudja hekkelni azt a bizonyos ajtót. Na, itt most jön fél óra bénázásra részemről, hogy fel tudjak oda ugorni, hogy ne kezdjék el nélkül, hogy mit kell csinálni, de remélem akkor tiszta volt. Tehát van itt egy növény ebben a teremben, mert beteleportálod magad abban a másik teremben, az illető ki bent van, szétlövi ott az üveget, hogy szabad legyen a bejárás. Ott van egy pont, és ebben a főteremben van egy másik pont, arra ráálltok, fejetek fölött kinyílik az ajtó, felugráltuk azon az ajtón, ott lesz egy tartály, amit feltöltötök injektorral, és akkor fölemelkedik ez a konténer, a pedig hekkeltek, és uh, kész, ennyi. A dolog. Ide feljöttök, itt egy pont, amit láthatjátok. A túloldalon van egy másik pont, amit láthatjátok, igen. És hogyha erre két pontra rááll a két uh, játékos, akkor itt uh, kiemelkedik ez a cuc. A feje fölött pedig van egy növény. A növénybe bele kell lőni, néha bágol, néha nem bágol, makkunk volt, itt bágolt, aztán egyszer csak beindult. Um, és ha fölemelkedik az a cucc, akkor beleraktok uh, injektorokat. És az a növény fogja, és be fogja szippantani onnan, és átszippantja egy másik terembe. Uh, és miután átszippantotta egy másik terembe akkor uh, utána kell menni hogy utána menni pontosan ugyanúgy kell hogy az a két ember aki ott áll lehetőleg a trinitik, mert ők a leglogikusabbak csak itt még mindig bangolt nekünk uh, a trinitik mert ők nekik elég ha egy helyben állnak csak szolgáltatják az életet uh, csak ki, ki is kellett meneküljünk mert, mert ugye elfogyott a nem tudták etetni sütivel a góllamest így ki kellett jönni szóval uh, arra két pontra rááll a két Trinity mondjuk, és akkor beteleportálódik a tartály, és te utána teleportálódsz a tartályjal, és megtöltöd a tartályt, és akkor ott a tartályban ott lesz megint egy, egy ilyen spóra, és akkor szét kell azt is lőni a picsába. Na és ha most nem maragszatok, akkor helyből a lényegre ugrunk, ugye itt megint megpróbálunk a bejutni a bosszám, miután először nem sikerült ilyen megetetni sütivel, nem tudtunk bemaradni, úgyhogy most újra bemegyünk oda is, akkor láthatjátok, hogy um, úgy isten igazából mi történik, akkor én is így jobban részt veszek, szerepet vállalok a a dolgokra, rá fogok állni ott a gombra, akkor be fogja szippantani a gyilkost, azt hiszem ő volt az, aki bement, egy elit um, lotusos srác um, bement oda, ő feltöltötte a tartályt, körül én utána mentem Uh, és uh, megbocsánat, közben itt összegyűjtöm a, az injektorokat. Remélem, eddig ez azért érthető volt, megpróbáltam tényleg logikusan elmagyarázni, hogy mi a fene van. Uh, a következő rész megint, megint majd egy uh, kisebb macera lesz, azt kell mondjam, itt megint bénázok a felugrásra, de itt már egy gyorsabban sikerült. És uh, tehát amint, amint itt látja, láthatját, láthatjátok, talán, talán itt lesz az, amikor így felszippantja már a tartályt magát is, és már nem bágolt. Igen, mert eleinte ugye bágolt, nem akarta beszippantani a tartályt, és csak kilódás volt vele. Úgyhogy itt ráállok a pontra, itt kiterjeszti, és, és, talán itt lesz az a pont, amikor befogja fogja um, szippantani. Azt hiszem, csak meg kell lőni, csak nem jöttünk rá, hogy meg kell lőni, vagy bagos, vagy mi a francom nem, vele, nem, én nem nagyon tudtuk. Um, értelmezni. Aztán egyszer csak, egyszer csak megcsinálta, de ér értitek már, hogy mi a lényeg. Tehát itt az egyik gomb, velem szemben van a másik játékos. Csak itt már megint gyűjtögetni kellett injektorokat, az megvolt. Ami itt állnakra is, látjátok, itt volt a izé, és gyakorlatilag, ezt uh, szerintem már ráti is szippantotta, azt hiszem, hogy a túloldalra, de nem biztos. Aha, most, most meg fogja csinálni. Uh, azt hiszem. Csak csinálnám már meg végre. Csak ma, mondom, uh, türelmetekkel olyan uh, vele sajnos, mert néha bángol, hopp, látjátok? Fogta és át is vitte. Na és ugyan egy, ugy, egy ugyanilyen szituációval kell neked is átkerülni uh, a túloldalra. Kérde, közben kérdeztem gyilkos, hogy akkor itt mi is folyik uh, normálisan, mert eddig még én sem jutottam el a, a raidbe, majd, uh, a, legalábbis a játéknak az az pontján és ugyanúgy tudsz bemenni ö, oda. Látjátok, itt van ez a sét, csak gyilkos, már itt közben szétlőtte a, a, az üvegfalat. Ott van az a sét, feltöltitek, szétlövitek az ott benn spórát, észre fogjátok menni, hogy hol van, nem egy nagy dolog, és hogyha az megvan, sétlövitek a spórát, akkor majd ki, ö, ki lehet menekülni. Csak közben azért teleportálni kell egy embernek oda be innentől nagyjából egyszerű, ez az első kettő nem annyira macera a harmadikhoz jön jól majd a lokinak a segítsége láthatjuk ott közben, hogy teleportálgat az ember hogy hát próbálunk teleportálgatni itt már szétlőtték az ablaküveget itt lesz megint egy ilyen teleportáló növény Gyakorlatilag ide be lehet teleportálni, ott lóg a fejtek fölött az a növény. Kiterjesztitek a shieldet, és szétlövitek ezt a spórát, és akkor megint megint ki lehet menekülni, és elkezdődhet ott a második csatározás a Golem baráttal. És akkor utána jöhet az utolsó rész, ami, ami a legzűrzavarosabb, de megpróbálom leglogikusabban elmagyarázni. Na, akkor ha nem haragszatok, akkor ugorjunk helyből az utolsó részhez, hogy mit kell csinálni. Uh, mire oda kerülünk, hogy mit kell csinálni, hogy nekünk is össze kellett szedni magunkat, kitalálni, egy kicsit felfrissíteni az emlékeket az elit lótuszosaknak, és uh, Rájönni, hogy mit uh, kell csinálni. De itt van a Loki-nak egy nagyobb szerepe, mivel a játék még buggol, és nem minden útvonalat találtunk meg. Ezért a Loki-val némi kis csítet lehetett itt um, csinálni, gyakorlatilag. Úgyhogy uh, a lényeg az, hogy a, a történet itt kezdődik ebben a főteremben, és hogyha egyszer oda fogok érni, hogyha nem haragszatok meg, megvárjuk a képi anyagot, mert akkor. Um, egyszerűbben fogjátok látni, és jobban fogjátok megérteni, hogy, hogy mit kell csinálni. Uh, uh, és um, úgyhogy látjátok egyszerűbb, ott, ott van az a konténer, látjátok? Na, abba a konténerbe kell belejutni. Abban a konténerben ott egy shield, igen, de ott egy lejáró, arra lejáróra kell lejutni. A történet lényege az, hogy fölül ennek a konténerek a tetején van egy rácsos, rész, ahol a Loki be tud teleportálni, és szét tudja lőni a shield, a shield gyakorlatilag ott van egy tartály, amit szétlő, akkor felrobban a shield, és a többiek is be tudnak menni. Utána, na, amire kifiguráztuk, hogy a Loki ott van velünk csak láthatatlanba, ö, addig el kellett teljen egy kis idő, de a lényeg, ami lényeg, hogyha megtaláltuk az odavezető útvonalat, az is jó, mert valamit ott hackelni kell, hogy oda lehessen jutni, de ha nem, akkor a Loki, tökéletes feladat, be tudod a teleportálni, be tud másokat teleportáltatni. És hogyha már ott van bent, szétlőtték, láthatjuk a tartályt, a shield ö, lejött, a shield lejött, és akkor le lehet menni, be lehet oda menni. Abba a kis tartály, ö, bocsánat, azon a kis útvonalon le lehet menni, közben itt hero mentő akció folyik. Lementek, és itt nem magyarázok semmit. A lényeg az, hogy elkövesedek arra a pontról, ahol a legvégül eljutok. Tehát van egy pont, ahol el kell jutni. Közben vigyetek magatokkal um, injektorokat, mert itt lemaradtam a dolog lényegéről. De ne, lehet, hogy valamit hekkelni kell, de nem, nem vagyok benne biztos. Hogy őszinte legyek, de um, elméletileg itt ezt ki kell terjeszteni egy kicsit, ha engedte volna, de nem engedte, de végül kiderült, hogy ez, ezzel a ponttal itt gyakorlatilag igazából semmit nem nagyon kell csinálni. Az a lényeg, és a végén fölmentek, megvárjuk, hogy én is fölmenjek, fölmentek ide, ezen a járaton, ezt megtaláljátok ott, utatokba lesz, csak lehetek higgadtak, ne kapkodjátok ezeket. itt ez a lyuk, ezen a lyukon van egy pont, amit szét kell lőni, meglátjátok, azt szétlövitek, utána a Loki beteleportál oda, természetesen, és ott lesz egy hekkelő panel, meghekkeli, vagy éppen csak kiterjeszt a shieldet, nem tudom, nem Lokival voltam, kiterjeszti a shieldet, kinyílik ez az ajtó, és és gyakorlatilag már, már célnál is voltok, hogy nem. Itt van két pont, itt az egyik, ott a másik, és oda kell feljutni. Na most oda öm, feljutni csak így nem lehet. Nem lehet átugrálni, megakadályozza, ezért megint csak jól jön itt a Loki, ezért ugye eldöntöttük, hogy. Mert egyszer láttam ugye videóban, hogy ketten ráálltak erre a pontra, és az az, az ami közelebb állt az ajtóhoz, az a srác, az így, Piff, felugrott, és lehet csak, hogy felbágolt. Na most az a lényeg, hogy mutatjuk itt a Loki-nak, hogy oda kéne felteleportálni, úgyhogy a Loki majd megpróbál felteleportálni, egy kisebb gondba ütközött, hogy elesett. Na most, ha a Loki oda felteleportál, akkor megint szétlőhet egy shieldet, és a tartály, a, a, a tartályt, és megint kinyílik a shield. Ö, gyakorlatilag az a shield ott, aminek nekiugrottam, most ezt ki fog nyílni. Csak az meg kell várjuk, hogy felé legyen a Loki, és de amúgy van egy másik útvonal is, ahol föl lehet menni itt oldalt gyakorlatilag, de amint a Loki ki tudja nyitni ott a shieldet, lehet, hogy az újraélesztés miatt felrobbant, ha jól tudom, és akkor föl lehet oda menni, lejön a rács gyakorlatilag, és nem lesz már ott a rács, kinyílik az ajtó és föl lehet menni. Na most innentől, ha ezt megoldjátok, innentől már pofon, egyszerű a dolog, akinél nincs injektor, az gyűjt magának kettőt, igazából elég, ha egy embernek van, bár benn is vagytok abban a teremben, aminek benn kell lennie, belerakjátok az injektort a izében, ebbe a tartályba, kiszélesedik, és itt ebbe a tereményen látni fogjátok, ott lesz maga a spóra itt, amit szét kell lőni. Szétlövitek itt, közben egy kis mentőakció, szétlövitek ezt a spórát, és utána jöhet a kimenekülés, és vége, vége a raidnek, utána már csak le kell győzni a gólemet. Szóval remélem tiszta volt, akkor még egyszer ismételjük. A főterembe beértek, ott van, az a ott van az a konténer, ami előtt van egy shield, a tetején van egy rács, a rácson beteleportál a Loki, lementek azon az útvonalon, eljuttok ad annak az útvonalnak a végére, ahol van ez a kis Kis lyuk, a lyukon keresztül szétlövitek azt a tartást, szabad átjárás biztosítva mindenkinek. A Loki átteleportál, meghekkeli azt a bizonyos hekkeldét, de igazából mivel, hogy a tartályt, és szabad utat biztosítottatok a többieknek, tehát valahonnan be lehet jönni az útvonalba, de viszont a Loki-val ugye egyszerűbb ezt megcsinálni, a Loki beteleportál, meghekkeli, amit meg kell hekkelni, vagy éppen csak kiterjeszti a sílet nem tudom én se pontosan, hogy mit kell csinálni, de vagy hekkelni, vagy sillet terjeszteni, vagy mindkettőt, de a lényeg az, hogy meg lehet csinálni. Kinyílik az ajtó, eljuttok a, abba a terembe, ahol rá kell állni arra bizonyos két pontra, a Loki felteleportál, szétlövi a szétlövi a tartályt, lemegy a lézer, fel tudtok ugrálni, és már is abban a teremben vagytok, ahol szét kell uh, gyakorlatilag lőni a spórát. Legyen állatok két injektor, feltöltitek az injektort, szétkapjátok a spórát, kifuttok és ölitek a gollemet. Remélem legtisztábban érthető volt a dolog, ahogy próbáltam elmagyarázni, és és azt hiszem, hogy elég sokat is igyekeztem mutatni, vagy is próbáltam mutatni a videóban, hogy értsétek, hogy mit kell csinálni. Remélem sikerült, srácok, türelem kell hozzá, mert előbb-utóbb sikerülni fog, akinek eddig nem, és um, és higgadság, tehát ne kapkodjátok nőni az egeret, nézzetek körül, mert, mert adják valahogy magukat a feladatok, csak mivel nagy a káosz bent, ezért kapkod mindenki, és így nem nagyon veszik észre. És még egyszer köszönet az Elite lotus hogy segítettek uh, nekünk ebben, és um, jó réd, megfelelően nehéz raid, és tök jó csapatjátékot igényel, jó jutalma van, de az ott az érdekes, hogy így, ö, ö, megkaptuk a, az Arkane enchancement nem mondom el most, hogy mit, majd látjátok ti is, megkaptuk az Arkane enchancement 100 plot értékkel bíró árkénről van szó, és valaki csak egy random helyből ránk ért. nem telt el egy perc, hogy végeztünk a raid és valaki, akit nem ismerünk, akit nem ismerünk, azonnal ránk írt, hogy ő meg akarja venni tőlünk ezt az árként. Kérdezem tőle, hogy honnan is, ismer... tehát nem magyar volt az illető angol, kérdezem tőle, hogy honnan tudod, hogy egyáltalán van nekem ilyen árkénem, hogy egyáltalán ben voltam a Golem de. Azt írta, hogy titok, úgyhogy nem derült ki, lehet, hogy valami köze volt az adminokhoz, vagy ilyesmi. De, de vicces volt, hogy azonnal végeztünk, és már valaki tudta, és valaki már meg akarta vásárolni tőlünk 90 platé ezt a, ezt az árként. Na minden esetre, köszönöm a figyelmet, és hajrá, gólamra fölzúzzátok be a képért, mert már elég volt belőle. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!